Csak az önkormányzati választások után adják majd át a szabadságtéri német megszállás emlékművet, értesült a Népszabadság. Az Orbán Viktor ötlete alapján április óta épülő szoborcsoport ellen még mindig minden este civilek tiltakoznak. Így Fideszhez közeli források szerint az avatás akár Tarlós István főpolgármesteri újrázását is veszélybe sodorhatná. Egyelőre csak az biztos, hogy augusztus végéig marad a kordon az építkezés körül. Vidos Mihály riportja. Actually, no idea what this is about. Sorry. I don't know what that is yet, but this is quite powerful. A turistáknak ugyan fogalmuk sincs róla, hogy mit kerülgetnek Budapest belvárosában, de mindenkinek feltűnik, hogy a Szabadságtéren nem sima építkezés zajlik. A figyelem elsősorban nem is az emlékmű már álló oszlopaira, hanem az ellene tiltakozók ott hagyott tárgyaira irányul. Több mint 3 hónapja épül a szoborcsoport, de átadni még mindig nem sikerült. Pedig a kormány másodjára május 31-ére tűzte ki az avatást, de azóta is eltelt már jó 1,5 hónap. Ez egyfajta győzelem a számunkra, bár kétségeink soha nem voltak, illúzióink nem voltak, hogy valamikor föl fogják állítani. Az emlékmű elleni tiltakozások egyik főszervezője szerint 1956 és a demokratikus ellenzék tevékenységének méltó folytatása az a civil összefogás, amely egyelőre megakadályozta az avatást. Magyar Fruzsinát és férjét Mécs Imrét is rabosították, miután április első felében a tüntetők többször elbontották az emlékmű építési területét védő kordont. Azóta is minden nap több tucatnyian tiltakoznak a szabadságtéri szoborcsoport felállítása ellen, mert az szerintük megkérdőjelezi a magyar állam felelősségét a II. Világháborús népirtásban. Azóta ugyan béke van a téren, de az építkezés mellé ültetett biztonsági őr és a folyamatos rendőri jelenlét is jelzi, hogy a szoborharc még korán sem ért véget. Csak a kormány egyelőre politikai kockázatot érez az emlékművel kapcsolatban, a Népszabadság szerint ezért csúszik az átadás. Az tény, hogy megvárták a országgyűlési választásokat, aztán megvárták az Európa Parlamenti választásokat, most lehet, hogy várják az önkormányzati választásokat, de hát erről az a vicc jut eszembe, amikor beblumog egy ember az alagútba, és egyszer csak nem a medve, hanem a bécsi gyors jön ki. Megkerestük a miniszterelnökséget és a nem túl rövid nevű, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost Fürjes Balást is, hogy megtudjuk, mikor avatják fel a szabadságtéri emlékművet, de választ nem kaptunk. Annyit viszont megtudtunk, hogy az emlékmű alapját a tiltakozóktól védő kordonra meghosszabbították a területfoglalási engedélyt augusztus végéig. Vidos Mihály, Hír 24.